Magyar Nézőpont. Pódiumbeszélgetéssel indította a tanévet az MCC Békés Csabán. Beethoven dallamok szárnyán a Concerto Budapest lépett fel Békés Csabán. Mátyás és a Bolond király az évad első mesedarabját játsszák a Jókai Színházban. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Megújult környezetben az Andrássy út 38 szám alatti épületben indult el a tanév a Matthias Corvinus Kollégium Békés Csabai képzési központjában. A hétfői megnyitón Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője, és Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója tartott pódiumbeszélgetést Történelmi idők, Magyar Nézőpont címmel. A Matthias Corvinus Kollégium Békés Csabai központja még 2021-ben nyílt meg. Az oktatási intézmény később megvásárolta az 1896-ban épült Andrássy út 38 szám alatti volt szalai kúriát. Így 2023 őszétől már saját létesítményben tarthatja a programjait. A város polgármestere megnyitó beszédében kiemelte, sokszor hallják azt, hogy Békés Csaba messze van a fővárostól, és az itt élő fiataloknak sokkal többet kell tenni a tudásuk bővítéséért. Hogy ez így van, vagy nem így, ebbe az értékelésben nem kívánok most belemenni, de azt gondolom, hogy ha valakiben volt is hiányérzet, az rögtön konstatálni tudja, hogy az MCC-nek a megtelepedése, és az itt elindított általános iskolások, középiskolások számára, vagy felsőfok oktatásba vágyók számára egy komoly hiányt szüntet meg. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, az intézmény egy olyan helyre költözött, ahol hatékonyan működhet. Önmagában fontos a tehetséggondozás, fontos olyan értékek mentén történjék ez a tehetséggondozás, ami az ország jövőjét, az ország boldogulását szolgálja, és hát mondhatjuk azt, hogy ez az MCC második honfoglalása, hiszen 2 évvel ezelőtt jött Békés Csabára. Az idén 27 éves, immár 7300 diák képzését végző Matthias Corvinus Kollégium az ország legnagyobb tehetséggondozó intézménye, amelynek középiskolás programja 2002 óta működik. Az idei tanévet több mint 4500 középiskolás diák kezdte meg az MCC-ben. Az látszik, hogy itt Békés Csabán nagyon sok tehetség van, kiváló általános iskolák, középiskolák vannak, és annak a néhány kiemelkedő tehetségnek, aki pedig a közoktatásnál is többet szeretne tanulni, tehát mind készségek területén, mind idegen nyelvek, vagy bármilyen szaktudás területén, őnekik az MCC az egy kiváló lehetőség, egy kiváló alkalom. A Fidesz frakció vezetője elmondta, nagyon fontos, hogy az ország különböző pontjain élő tehetséges fiatalok olyan kibontakozási lehetőséget kapjanak, amely korábban nem adatott meg. Kocsis Máté hozzátette, a közelmúlt 2 magyar Nobel-díjasa azt mutatja, hogy érdemes a fiatalokba időt és energiát fektetni. Nagyon jó dolog, hogy egyáltalán a közélet iránt érdeklődő fiataloknak van olyan felület, ahol ők tájékozódhatnak. A média persze erre lehet felület, de talán ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy részletesebben vagy mindenre kiterjedőbben lehessen egy-egy témáról beszélni. A média ugye általában csak egy-egy mondattal, egy-egy szóval operál, egy-egy kiemeléssel, miközben ezeknek a fiataloknak valószínűleg arra van igényük, hogy az egész képet alaposan megismerjék. Az MCC Békés Csabai képzési központjában a fiatal tehetségprogram és a középiskolás program több mint 200 hallgatóval indult el. A szociális ellátások kapcsolódásairól tartanak 2 napos szakmai konferenciát kedden és szerdán a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. A térségi találkozón Békés és Csongrád-Csanád Vármegye szociális szolgáltatói vesznek részt. A konferencián megjelent szakembereket Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét otthont adhatnak a rangos eseménynek. A szervező Mécses Szolgáló Közösség Egyesületének ügyvezetője előadásában arról a projektről beszélt, melynek részeként több mint 1,1 milliárd forint Európai Uniós forrásból fejlesztik a fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek ellátását.
A szervezet pályázatában többek között 6 új támogatott lakhatású ház, valamint egy új szolgáltatási központ létrehozását vállalt a Mezőberényben, illetve Békéscsabán. A szociális szektorban egy szemléletváltás folyik, és ez gyakorlatilag elsősorban a kiváltás a fogyatékkal élőket, a pszichiátriai betegeket és a szenvedélybetegeknek a gondozása terén indult el, de mára összekapcsolódott az egész szociális szolgáltató rendszerrel. A szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy 2036-ra a kormány megszüntetné az összes 50 főnél nagyobb szociális intézményt. Csizi Péter kiemelte, hogy már jelenleg is 4400 felett van azon fogyatékkal élők száma, akik családias környezethez hasonló közegben élik mindennapjaikat. A pályázatnak köszönhetően pedig hamarosan 668-al bővül a támogatott lakhatási férőhelyek száma a térségben. A gondoskodás politikának az célja, hogy megszüntessük az állami monopóliumot a szociális területen. Mi már úgy gondoljuk, hogy a szociális ellátás, a gondoskodás az a család, a helyi közösség és az országos közösség, tehát az önkormányzatnak és a kormánynak az egységét kell, hogy jelentse, és mind a három terület nagyon nagyban hagyatkozik a civil és az egyházi fenntartókra. A helyettes államtitkár hozzátette, hogy a szociális területen való rendszerváltás jelen pillanatban is zajlik, ami szerinte akkor ér véget, amikor megszűnik az utolsó nagy létszámú szociális intézmény Magyarországon, illetve amikor a szociálpolitikát felváltja majd a gondoskodás politika. A Békési Önkormányzat és a Békési Civil Szervezetek Egyesülete együttműködése nyomán elkészült az új civilház. A Csabai utca 30 szám alatti épületet pénteken nyárták be a civil szervezetek vezetői és tagjai. A Békési Civil Egyesületek tagjai a városvezetéssel együtt tekintették meg az elkészült létesítményt. Az új civilház alkalmas a helyi nyugdíjas egyesületek programjainak megrendezésére is, amelyek szintén szerepet vállaltak a felújításban. Az egyesületünknek van egy alapítványa, az Idősekért Alapítvány. Ők kétszer egy évben tartanak rendezvényt, és a bevételüket meg a támogatást az békésen élő idősek megsegítésére ilyen tartós élelmiszercsomag átadása történik. Azon kívül mi is ugyanúgy egy évben kétszer tartunk rendezvényt, azon kívül még a karácsonyi ünnepségeket. A ház akár 100-150 fős rendezvényeknek is otthont adhat, hiszen rendelkezik egy nagy teremmel és saját konyhával. Vannak olyan egyesületek, vidéki egyesületek, akikkel tartjuk a kapcsolatot, úgymond Bélmegyer, Kamut, Mezőberény, Murony, és akkor őket is a két nagy rendezvényünk szokott lenni, egy májusba, egy októberba, és akkor a vidéki egyesületekből is meghívunk vendégeket. Békés polgármestere elmondta, korábban a Hőzső utcában állt a civilház, azonban az önkormányzat úgy döntött, hogy átalakítja az épületet, és digitális tudásközpontot hoz létre. Kálmán Tibor kiemelte, keresték a civilek új otthonát, és a választás a korábbi Csaba utcai óvoda épületére esett. A civileknek megfelelő falkivételek, egy kis nyilászáró cserék belül, illetve festés-mázolás, parkettázás, és teljesen új bútorok kerültek a helyére, és azt tudom mondani, hogy ez ilyen nagy társadalmi összefogásban működött, a Békési Civil Szervezetek Egyesülete, és főként a Békési Nyugdíjas Szervezetek voltak azok, akikkel itt közösen együtt festettünk, és ragasztottunk, és vakartunk. A házat és annak udvarát magán és családi eseményekre is igénybe lehet venni. A Koncertó Budapest lépett fel a Csaba Gyöngye Kulturális Központban a Filharmónia Magyarország szervezésében hétfő este. A koncerten Beethoven klasszikusok hangzottak el a nagyzenekar és Berecz Mihály zongoraművész tolmácsolásában. A nem csak Magyarországon, hanem világszerte is hatalmas sikereket elért Koncertó Budapest koncertezett hétfőn este a Kulturális Központ hangversenytermében.
Berecz Mihály zongoraművész Beethoven G-dur zongora versenyét játszotta el az est folyamán. Egyedülni kezdtem, pontosabban még azelőtt népzenéltem, ütőgardonon játszottam. Ami engem a zongorába igazán vonzott, az az, hogy több szólamban is lehet játszani. Ötve maga a repertoár az annyival színesebb, mint a hegedűben, úgyhogy ezért váltottam. Ma egy darabot fogok előadni, Beethoven G-dur zongora versenyét. Számomra az ötből ez áll hozzám a legközelebb, tehát ez a leglíraibb, legszabadabb mű. Keller András karmester kiemelte, Beethoven második zongora versenye a klasszikus zene csúcspontja, amelyet maga a zeneszerző is kedvencének tartott. Az Eloika szimfónia az pedig a hősről szól. Ugye eredetileg Napóleonnak szánta a művet, a forradalmár a Bonaparte tábornoknak, de amikor megkoronázta magát, akkor elkeseredett és széttépte a feliratot, és akkor csak azt mondta, hogy egy nagy ember emlékének szánja, de tekintsük úgy, hogy most korunkban is nagy szükségünk volna olyan hősökre, akikre fel tudunk nézni. A karmester hozzátette, hogy Beethoven a zenéjén keresztül fejezte ki érzelmeit. Mint fogalmazott, igazi emberszerető személyiségként rajongott az emberért, a világért, a természetért és Istenért, így zenéje mindannyiunk lelkét felemeli. Az idei évad első mesedarabját mutatták be hétfőn a Békés Csabai Jókai Színházban. A Bozsó József által írt és rendezett Mátyás és a Bolond Király című interaktív zenés előadásban gyerekek is közreműködnek. Az a kérdés, hogy mitől király a király? Mátyás király udvari bolondja egy nap bejelenti, hogy király szeretne lenni, mert szerinte sokkal jobban végezni a feladatát. Az uralkodót segítő főminisztert Lénárt László alakítja. Egy olyan érdekes szituáció áll elő, hogy egy napra a bolond, az udvari bolond megkapja a királyi feladatokat. És nekem minden ellenérzésemet le kell győznöm ahhoz, hogy őt is segítsem, tehát nekem királyként kell tekinteni rá. A bolondból lett király nem bír a feladattal, és minden szálat összekuszál, amelyet majd Mátyásnak kell kibogozni. Nagyon-nagyon hálás feladat, mert ő alapból egy nagyon színes karakter, ugye bolondot játszani, tehát kint, fent, lent, bent, mindent játszhatok ebben a szerepben. Mellette meg az uralkodót is eljátszhatom, tehát nagyon jó színészi feladatnak tartom. A Mátyás és a Bolond Király írója és rendezője Bozsó József, aki szerepel is a darabban. A mese megírásával az volt a célja, hogy a gyerekek játékosan ismerjék meg nagy magyar királyunkat, valamint a barátság és az igazságosság fontosságát. Van benne egy találós kérdés, párbaj, és mindig kérdezgetjük, hogy mi lehet a megoldás, stb. Sőt, szerepelnek velünk a gyerekek, ugyanis alabárdosokra van szükségünk. Csináltattunk ilyen kis könnyű alabárdokat, mint ott látható a falon, azt leakasztják, és a kezükbe adják, és ruhácskájuk is van, amit rájuk adnak a gyerekekre, és két gyerek mindig fönn van, mint alabárdos. A Mátyás és a Bolond Király című mesejáték szerepel majd a Lázár Ervin programban is. A Békés Csabai Ne Felejts népdalkör 8. alkalommal rendezte meg a Közös Kincsünk a Magyar Népzene elnevezésű énekes zenés találkozóját. A szombati eseményen a házigazda népdalkör mellett baráti csapatok és általános iskolások mutatták be a műfaj szépségeit. Álmodom életemet az ország javára. A rendezvényen a lencsési általános iskola diákjai is színpadra léptek, köztük Spröber Zalán 6. osztályos tanuló, akivel testvérei már kicsiként megszerettették a népdalokat. Ez a szeretetem a népdal iránt még ma is él, szóval én tervezek majd máskor is népdal éneklési versenyre menni. Még azért is szeretem a népdalt, mert belelátunk a régi embereknek az életébe.
A Ne felejts népdalkör vezetője Bukvainé Turvuc Ilona már 8. alkalommal szervezte meg a korábban népdalköri találkozóként működő programot, melynek célja a közös éneklés népszerűsítése. Most erre a rendezvényre csak rajtunk kívül még két népdalkört hívtam, a Ne felejts népdalkör mellett a Berényi népdalkör és a Vésztői Bartók Béla népdalkör jött el, és akkor fellép nálunk most a Talléros Együttes, akit megszólítottam, és a debreceni Kis Helga és Pázmándi Gergely Budapestről. A rendezvényen több generáció énekelte együtt az iskolában tanult ismerős népdalokat, azért, hogy a dalok szépségét a fiatalok is felfedezhessék. Gyermekeknek hirdetett rajzpályázatot a Békés vármegyei önkormányzat. A gyerekek a helyi értékeket mutathatták be alkotásaikkal. A kiírásra a vármegye egész területéről több mint 150 pályamű érkezett. A rajzpályázat nyerteseinek a vármegye házán adták át a díjakat hétfőn. Több versenyző döntött amellett, hogy közvetlen környezetének egy-egy épületét rajzolja meg. A Lovardát ábrázolja, ami Mezőegyes egyik jelképe, és úgy szereztem tudomást, hogy technika órán mondta a tanárom, hogy csinálni kéne egy rajzpályázatra. Szoktam rajzolni, színes ceruzával készült, és azt ábrázolja, hogy a családommal vagyok a múzeumban. Magyarné Erdődi Mónika, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola igazgatója szerint fontos, hogy felhívják a diákok figyelmét az épített és a természeti örökségünkre. A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskolából 25-30 pályaművet küldtünk be. Nyilván több tanulónk rajzolt, de mivel nagyon rövid volt a határidő, nem fejezték be, nem volt idejük befejezni a rajzokat. A legszebb pályamunkát az iskola pedagógusai válogatták ki, és a 25 legszebb művet küldtük tovább. Zalai Mihály, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntő beszédében kiemelte, hogy a projekt elsődleges célja a helyi identitástudat erősítése, a települési értékek megismerése által. Mindannyian körbenéztek, kérdezősködtek, hogy mi az, amit értékesnek gondolnak a saját környezetükben. Ez volt egyébként a legfontosabb célunk a pályázattal. Nyilván ennek a megjelenítése is fontos, most azok a díjaztók, akik ezt a legügyesebben vetették papírra, de legalább ennyire fontos az, hogy foglalkoztak olyan értékekkel, olyan dolgokkal a környezetükben, akár a település múltjában, amit fontos tudni, mert csak azt ismerjük igazán, amiről mélyebb ismereteink vannak. A rajzpályázatra összesen több mint 150 munka érkezett, főként alsó tagozatos diákoktól. Drámai hajrá után egy gólos vereséget szenvedett az Optimum Solar Békési FKC együttese a listavezető Győri Eto otthonában, a férfi kézilabda NB1B 7. fordulójában. A kékmezes békésiek jobban kezdték a mérkőzést, a 14. percben Mezei Rihárd góljával 8-5-re vezettek. A folytatásban feljavult a hazai csapat, és ugyan fordított, de a szünetben végül 13-13 állt az eredményjelzőn. A fordulást követően a Győr ragadta magához a kezdeményezést. A 45. percben Bali Bence találata után már 3-mal állt jobban ellenfelénél. A békésiek azonban nem adták fel, még az utolsó előtti percben is vezettek 23-22-re, azonban a listavezető ezt követően kétszer is betalált. A vendégcsapat az utolsó másodpercekben büntetőhöz jutott, de Mezei Rihárd a kapufát találta el. A békés 24-23-ra kikapott, és 7 forduló után a 4. helyen áll a másodosztályban. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!